Jó, tehát devizahiteles civilek, illetve azok az emberek, akik az összefogás pártot támogatják, illetve a jelöltek, eljöttek ma ide a Nyugati téri OTP Bank fiók elé, és bementünk, hogy ügyet intézzünk. Van néhány kérdésünk a devizahitelekkel kapcsolatban, és csak néhányan jutottunk be, és azonnal utunkat állták a biztonsági őrök, majd megjelent a fiókvezető is. Megkérdeztük tőlük, hogy miért nem mehetünk be a bankba, és akkor azt mondták, hogy már csak azért sem, mert mi nem ügyfélként jöttünk ide, hanem demonstrálni. Én jeleztem neki, hogy ügyfélként jöttünk ide, akkor mivel nem tudott már mit mondani, azt mondta, egyedül bemehetek. Csak hogy én egyedül már nem megyek be egy bankba, mert átvertek sorozatosan minden bank, minden ügyfelet a csaló szerződéseikkel. Ragaszkodtam hozzá, hogy mind a 15-en szeretnénk leülni, és jó alaposan áttanulmányozni azt, amit elénk tesznek, és meghallgatni azt, amit mondanak. Erre nem volt hajlandó, mivel mi pedig kötöttük az ebet a karóhoz, úgy döntött a fiókvezető, hogy ő kiüríti a fiókot. Addig nem voltunk hajlandóak elhagyni, amíg nem igazolta egyrészt, hogy ő jogosult erre, hogy mint fiókvezető kiürítse a fiókot, másrészt pedig korlátoz állampolgári jogaimban, hogy én bemenjek egy ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségre, nyitva tartási időben. A rendőrség őt igazoltatta, elkérte a megbízását, meggyőződtek róla, és így az egész fiók minden ügyfelét kiküldték, így minket is, és most itt várjuk a sorunkat, hogy mikor fog kinyitni a bank, és mikor vehetünk be újból. Köszönöm. Jó, úgy itt egyelőre, várj!